Megtartották a szeptember 2-ai városi ünnepséget, ahol szakmájukban, tevékenységükben vagy tanulmányi eredményeikben kiemelkedő személyeknek adtak át elismeréseket. A díjátadót követően megemlékezést és koszorúzást tartottak a város főterén, Bocska István fejedelem szobránál. Az ünnepélye zászló behozatalt követően az Icsi Géza Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak előadását tekinthették meg a vendégek a szeptember 2-ai városi ünnepség kezdetén. Ezt követően a megjelenteket dr. Sovágó László, Hajdúszoboszló város polgármestere köszöntötte. 1606. szeptember 2-án kelt az a kiváltság levél, amely alapján Bocskai vezérlő fejedelmünk lovas hajdukat telepített le Hajdúszoboszló városába. Ekkor kezdődött minden, bár előtte is létezett természetesen Hajdúszoboszló a maga lassan már 1000 éves történelmével, de egy új lendületet kapott ez a település. Akkor jöttek ide a hajdúk, ugye ők új, friss vért hoztak a környékünkre, és hát birtokba vették Hajdúszoboszló városát. Az ősökről emlékezni az nem annyi, hogy egy ünnepi gesztust teszünk, annál jóval több. Az ősöknek köszönhetjük mindazt, amit ma elértünk. Az ő áldozatos munkája teremtette meg annak alapjait, amelyre napjainkban építkezve egy szép, egy lendületesen fejlődő és a turisták által igen kedvelt várost mondhatunk magunkénak. Tisztelet is jár ezért az ősöknek. Az a tisztelet, amelyben a ma embere kifejezi, hogy az ő munkájuk nélkül aligha juthattunk volna el idáig. Természetesen, amikor 1606. szeptember 2-áról megemlékezünk, akkor nem csak az akkorért emberekre kell gondolnunk, hanem mindazokra, akik folytatták a hajdú hagyományokat, akik több évszázadon keresztül gyarapították ennek a településnek az értékeit, itt éltek, laktak, földet műveltek, állatokat tartottak, védték a hazát, Hajdúszoboszló városát. Az ünnep hangulata is megköveteli, hogy megfogalmazzuk azon gondolatunkat is, hogy ez a város az itt élő emberek munkájából, jelentős részben az idegenforgalmak köszönhetően ma a egyik legjobban élhető magyar település, ugye második, harmadik helyen áll a magyar idegenforgalomban. Évente 1,3 millió vendégészakát regisztrálunk itt, és így különösen nyári hónapokban jól látható, hogy ez egy kedvelt célpont, jöjjön a vendég akár határainkon túlról, vagy legyen itt a határainkon belül élők. Ezután Hajdúszoboszló önkormányzata képviselőtestületének határozata alapján önkormányzati kitüntetéseket adtak. Kovács Máté díjat kapott Hajdúszoboszló város közszolgálatáért dr. Kis György Tibor, a Hajdúszoboszlói Városi Bíróság nyugalmazott elnöke. 1990-ben kapott felkérést a helyi bíróság megszervezésére. 16 évig nyugdíjba vonulásáig töltötte be az elnöki tisztséget. A díjat dr. Mórocné, dr. Simon Angéla, a Hajdúszoboszlói Járásbíróság elnöke vette át. Gönci Pál díj Hajdúszoboszló város pedagógiájáért elismerést kapott Deliné Tarcsai Mária, a Hőgyes Endre Gimnázium középiskolai tanára, aki 1980-tól idei nyugdíjba vonulásáig a gimnáziumban tanított nappali, illetve levelező tagozaton, elsősorban történelem, korábban orosz tantárgyakat. Az iskolában a hatosztályos tanterv egyik kidolgozója volt. Szép Ernő díjat kapott Hajdúszoboszló város kultúrájáért Túri Borbál, a könyvtáros, kulturális közéleti szereplő. Hajdúszoboszlón született, felsőfokú tanulmányait a Debreceni Tanítóképző Főiskola népművelés könyvtárszakán végezte. A városi könyvtár munkatársa 1993. decembere óta. Sok publikációja megjelent a Szókimondó kulturális folyóiratban és a Hajdúszoboszlói Városi Lapban. Főállása mellett hosszú évekig a Városi Televízió felkészült műsorvezetője, szerkesztő riportere volt. Kenézi Gyula díjat vehetett át Hajdúszoboszló város egészségügyéért Csőke Lászlóné Katika körzeti ápolónő. 1973-ban végzett a debreceni Magyar József egészségügyi szakiskolában.
Ezt követően a Kenézi Gyula kórház általános sebészeti osztályán helyezkedett el. 40 éve dolgozik Hajdúszoboszlón körzeti ápolóként a 6-os számú házi orvosi körzetben. A rendelői munkája mellett a betegeket otthonukban is nagy hozzáértéssel, lelkiismeretesen látja el. Pávé Vajna Ferenc díjat kapott Hajdúszoboszlóváros idegenforgalmáért ifja Pincés Károly üzletvezető tulajdonos. 1991-ben vendéglátó üzletvezető képesítést szerzett, diszkót üzemeltetett öccsével, majd a strandon 1997-ben megnyitotta a kerékcsárdát. A helyi fesztiválok állandó népszerű résztvevője, a Kemencés csárda, amelynek vezetését 4 évvel ezelőtt vette át. Édesapja méltó utóda. Hajdúszoboszlóváros képviselőtestülete Hüsse Károly díjat ítélt Bogádi Imreinek és Szűcs Jánosnak. Bogádi Imre testnevelő tanár, sportszervező. 38 évig tanított a Göncipál sport és kéttanítási nyelvű általános iskolában. 25 évig volt a Város Diák Sportbizottság titkára. Hosszú ideje a város tömegsportjának egyik éltetője. Egyik tanítványa így fogalmazta meg tanári érdemeit. Mindig kitartásra, önbecsülésre, a sport szeretetére nevelt bennünket úgy, hogy minden gyereket tisztelt, és előtérbe helyezte az egyéniségüket. Szűcs János általános iskolai tanár, UEFA A-diploma minősítésű edző. 99-ben kezdte a pedagógus pályát. 2 évig a Gönciben, 15 évig a Tököliben tanított, mint testnevelő tanár. Az általa felkészített különböző korcsoportú futballcsapatok 2008-tól a városi, területi, megyei bajnokságokat megnyerve rendszeresen bejutottak az országos diákolimpiai döntőbe. Jelenleg Debrecenben folytatja munkáját a Debreceni Labdarúgó Akadémia U16-os csapatának edzője. Tessedik Sámuel díjat kapott Hajdúszoboszlóváros mezőgazdaságáért és környezetvédelméért Fedics Alfonz agrármérnök. A Hajdúszoboszlói Állami Gazdaság a jelenlegi Kösely ZRT meghatározó személyisége volt az ezredfordulóig. A Szoboszlói Állami Gazdaságban 1964. májusától különböző felelős beosztásokban dolgozott. Rendkívül magas szintű szakmai tudás és elhivatottság, nagy munkabírás jellemezte. Ezt követően a Hajdúszoboszló kiváló tanulója díjak átadására került sor. Az elismeréseket átadta dr. Sóvágó László polgármester. A Göncipál sport és kéttanítási nyelvű általános iskolából Jeges Barbara és Karika Imre részére, a Tököli Imre kéttanítási nyelvű általános iskolából Laskai Szilveszter Milán és Somogyi Panna részére, a Bárdos Lajos általános iskolából Balaskó Noémi és Kovács Máté részére, a Pávai Vajna Ferenc általános iskolából Jelenszki Fanni és Szilveszter Csenge részére, a Hőgyes Endre gimnáziumból Kölcsei Viktória és Szoboszlai György Balázs részére, a BEC közgazdasági szakgimnáziumból Gajdó Zsuzsanna és Kocsis Kamilla részére, a BEC Bocska István szakgimnázium és szakközépiskolájából pedig Ádám Jennifer és Mile Bianca részére. A Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamara hajdúszoboszlói szervezete által alapított díj célja a város arculatát meghatározó kereskedelmi és vendéglátó üzletek ösztönzése a színvonalas megjelenésre. A díjat dr. Sovágó László Hajdúszoboszlóváros polgármestere és Mészáros Sándor a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamara hajdúszoboszlói szervezetének elnöke adták át. Az év üzlete díjat 2019-ben Kun Rita, az Illangó desszertlag tulajdonosa, és Kun Attila, a tulajdonos édesapja vették át. Az Illangó desszertlag 2 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit. Süteményei hamar a lakosok kedvencévé vált. A díjátadást és pezsgőzést követően az Icsi Géza Zeneiskola műsorát tekintették meg a főtéren. Az adománylevél kiadásának 413. évfordulója alkalmából megtartott rendezvény itt folytatódott tovább. Ünnepi beszédet mondott Holoda Attila hajdúszoboszló alpolgármestere, aki Bocska István fejedelemről emlékezett meg. Éreztette hatását a saját korában, másrészt pedig jövőbeli lehetőségeket teremtett az utódok számára, mondhatjuk, hogy elérte célját. Megszűnt az ország területén zajló sok éves pusztítást, szenvedést okozó, pontosan 15 évig tartó háború, évtizedekre megfékezte a Habsburg abszolutizmust, és sok-sok magyar sérelmet is orvosolni tudott. Történt mindez egy háborúk által sújtott, lepusztult országban. S bár azt mondják, Bocskai szabadságharca elmarad európai jelentőség tekintetében a későbbi hasonló mozgalmak mögött, a magyar történelemben kimagasló helyet foglal el azáltal, hogy ez az egyetlen győztes szabadságharcunk.
Bethlen Gábor és első Rákóczi György hadjáratai után nem tudtuk soha végső győzelemre vinni Habsburg ellenes megmozdulásainkat. De ne felejtsük el, hogy míg Bethlen Gábor és Rákóczi György fegyverei mögött ott állt az egész erdélyi fejedelemség kiépített államszervezetével és megszervezett hadseregével, Bocskainak a mozgalom ideje alatt kellett megszerveznie a fegyveres ellenállást. És ebben kezdetben nem támogatta az államaparátus, és hadserege sem volt. Jól ismerte föl, hogy a nép fiait, a háborúkban edződött hajdúkat kell az oldalára állítania. Tisztelt ünneplők! Bocskai István nem hiába volt kitűnő fejedelem, ám egyúttal kiváló hadvezér is. Remek érzékkel ismerte föl, hogy kizárólag a szabadságharcát támogató, korábban marhahajtásból és zsoldos katonai szolgálatairól híres hírhet hajdúk tiszántúli letelepítésével képes úrrá lenni a pusztai térség kihalt területeinek benépesítési problémáján, ezért a hajdúkat, a török elől elmenekült hontalan magyarokat telepítette be erre a területre. Ezáltal ez a vidék, a mi vidékünk mind a mai napig megőrizte tiszta magyar jellegét. Ráadásként pedig Bocskai István fejedelem biztosította saját maga és a későbbi erdélyi fejedelmek számára jövőbeli seregeik egyik legfontosabb erejét, a gyalogos és lovas hajdúkat. Ezzel egy mindenkor gyorsan mozgósítható haderőre tett szert, ugyanis Bocskai és az őt követő erdélyi fejedelmek a szabadságjogok ellenében igényt tartottak a hajdúk katonai erejére, akiket lovakkal, fegyverzettel teljesítendő hadiszolgálatra köteleztek. Az ünnepség végén koszorút helyeztek el Bocskai István fejedelem szobránál Sovágó László polgármester és Holoda Attila alpolgármester, valamint a helyi rendvédelmi szervek, városi intézmények, pártok és civil szervezetek képviseletében.